Újra választották Áder Jánost a parlamentben, így a köztársaság elnök a második ciklusát kezdheti meg. A titkos szavazáson 170-en adtak le érvényes szavazatot, a Fidesz-KDNP jelöltjére 131-en, Majtenyi Lászlóra 39-en voksoltak. A tények összefoglalói után ezzel a témával folytatjuk. Csókkal köszöntötte feleségét Áder János, miután újabb 5 évre megválasztották Magyarország köztársasági elnökének. Áder Jánost a második fordulóban választották meg. Az első fordulóban ugyanis egyik jelöltnek sem sikerült 2/3 támogatást szereznie. A második voksoláson viszont csak az számított, hogy ki kap több szavazatot. Dr. Áder János személyre 131 képviselő, Dr. Majtényi László személyre pedig 39 képviselő adta le szavazatát. Áder János az elmúlt 5 évet is értékelve azt mondta, továbbra is a korábban meghatározott elvek és értékek alapján folytatná a munkát. Megválasztásomkor elmondott beszédemben azt javasoltam, hogy tegyük közös életünk központi kérdésévé a teljesítményt, a tenni tudó és tenni akaró emberek megbecsülését. Nem csak tudósainkét, feltalálóinkét, kiváló művészeinkét, sikeres sportolóinkét, de a mindennapi élet legkülönbözőbb területén becsülettel helytálló honfitársainkét. Áder János megválasztása után a Páholyban fogadta a gratulációkat, köztük Orbán Viktor miniszterelnökét. Stúdióban Halász János, a Fidesz frakció szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy itt van. No hát, ahogy tegnap Kossa Lajossal beszéltük, meglehetősen lefutott volt a dolog, pontosabban prognosztizálható. Az volt csak a kérdés, hogy első vagy második fordulóban nyeri el a mandátumot Áder János, hát a másodikban nyerte el, ez meglepő volt? Nem volt meglepő, hát van egy matematika a dologban, a parlament választja a köztársasági elnököt, a parlamentben a Fidesz-KDNP-nek van többsége, nyilván a Fidesz-KDNP jelöltje meg is kapta a többséget. Inkább az volt érdekes, hogy mi történt, milyen beszédek voltak, nem a szavazati arány volt meglepő, hanem szerintem az, ahogy Majtényi László viselkedett. Mert hogy a beszédében azt, hogy magyar, azt, hogy nemzet nem nagyon ejtette ki, miközben a köztársasági elnök a magyar nemzet egységét megtestesítő valaki. Hát de beszél szegénységről, korrupcióról, tan és sajtó, vagyis igen, sajtószabadság, kisantos magánnyugdíj vagyonról, tehát azért ezek is az ország és beszélt kérdései. Arról, így van, és beszélt arról, hogy nem szabadna megosztani Magyarországot, de közben nem szólt azokhoz a választókhoz, akik megválasztották a mostani, meg egyébként a 2010-es parlamenti többséget. A sok-sok millió emberről van szó. Hozzájuk egy szót se szólt. Míg Áder János pedig olyan témákról beszélt, amelyek a nemzet egységét megtestesítő dolgok voltak, a magyar-szerb megbékélésről, vagy például beszélt olyan környezetvédelmi témákról, a víz fontosságáról, olyan dolgokról, amelyek pedig nagyon érdekes, mert beszélünk itt, hogy ellenzéki jelölt, az LMP magát milyen pártnak tartja, zöld pártnak tartja, van sok-sok szavazója. És képesek voltak azt mondani, hogy Áder János semmi fontos témával nem foglalkozott, miközben a beszédében is, de hát az elnöki tevékenységét is látjuk, hogy rengeteg olyan de hát ugye, zöld témával foglalkozott. Hát feltételezhető, hogy ugye mondjuk az ellenzék vagy a baloldal az nem fogja államfői beszédnek tekinteni Áder János beszédét, míg önök nem fogják. Igen, de én tartalmi elemekről beszélek, amikor azt mondom, hogy környezetvédelmi témák, megközelítés kérdése, igen, az LMP megközelítése valóban pártpolitikai, de olyan, amikor cserben hagyja a saját szavazóit. A Jobbiktól mit vártak egyébként? Kossa Lajos azt mondta, hogy fogalma sem lesz, hogy mit fognak csinálni, hogy akkor most üres lapot adnak le, vagy ráírnak egy másik nevet, mert hogy ugye ők aztán nem szavaztak. Föl sem merték venni a szavazólapot. Szerintem azért, mert féltek, hogy van közülük, aki megszavazta volna Áder Jánost, és akkor akár már az első fordulóban is köztársasági elnökét tudtuk volna választani. De hát szerintem nem féltek ők, inkább azt akarták, nem, hogy közvetlenül a nép válaszol, és ezért zárkoztak el. Ezt mondják, de mégsem vették föl a szavazólapot. Attól, hogy a nép válaszol, nyugodtan fölvették volna a szavazólapot. Ők is a nép részei. Mit szól ahhoz, hogy azt mondta Majtényi, hogy akit valaha Soros támogatott pénzzel, az szavazzon rám? Majtényi magyarázkodott a Soros problémában. Korábban is magyarázkodott, de most is arra is emlékszik, hogy köszönetet mondott sok mindenkinek, és valami olyasmit is mondott, hogy Soros Györgynek. Az egy vicc volt csak, mert azt nem fejezte be. Viccelt közben? Hát nem vicc volt, ja, hát nem tudom, hát én nem tudom. A neten olvastam. Lehet, hogy az egész beszéd egy vicc volt, lehet, hogy csak ez az elem. Nem tudom, hogyha így beszélünk róla, mi volt vicc benne, de szerintem tartalmilag a köszönetmondásnál jelezte, hogy Sorosnak majd később mond köszönetet. Nagyjából másfél percünk maradt. Áder Jánostól mit várnak? Ugye az első 5 év, az meglehetősen
meglehetősen erős volt olyan tekintetben, hogy a Fidesz rendkívül elégedett volt vele, ráadásul meglehetősen magas a népszerűsége, bár a köztársasági elnöknek mindig magas szokott lenni, de 73%-onál. Mit várnak most önök? Nézze, azért meg kell dolgozni azért a magas népszerűséget. Tehát jó, nem lefelé nyomni ezt a helyzetet, persze. Nyilvánvalóan az elvégzett köztársasági elnöki munka miatt olyan a népszerűsége, mint hogy a kormánynak is amiatt van, vagy nincs népszerűsége, hogy jó vagy rosszul dolgozik. Azt várjuk, hogy az elvégzett eddigi munka mentén halad tovább, de elnök úr ezt is mondta, a beszédében is jelezte, hogy számára egy elindult útról van szó, és szeretné folytatni a magyar nemzetet képviselni a világban, van egy külpolitikai mozgástere, és egyébként pedig az alkotmányosságot őrizni az alaptörvény szellemiségében. Halász János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.